Az ATV Klasszikban ezen a héten Nagy gondolkodók sorozat Rónai Egon húzós műsoraiból. Ungvári Tamás, egyetemi tanár, író, műfordító, családapa. 82 éves, nős, két fia született, 36 és 26 évesek. Csereprofesszorként előadott a Columbia, a Yale és a Harvard Egyetemen, a Kaliforniai Állami Egyetem tanára. Az MTA doktora 8 nyelven beszél, ír, fordít. 38 kötetes szerző, emellett regényeket, drámákat fordított. Díjai között van a Széchenyi díj, a József Attila díj, a Köztársasági Középkereszt. Menekültem előre, így nem értek a nyomomba. Ez egy pályakép összefoglalása. Jó estét, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Jó estét, szervusz, örülök, hogy itt vagyok. Ez az utolsó mondat, ez tőled egy idézet, ha jól sejtem, tán valamely önéletrajzi írhetésű pársorodból, mert ez nem egy kötetből van, hanem talán az interneten találtam. Az mit jelent, hogy állandóan előre menekültél? Hát váltottam szakmákat, ugye én eredetileg nyelvészetet, filológiát és angol irodalmat tanultam és tanítottam. Természetesen magyar szakos is voltam, mint tanár kezdtem a Verespálni gimnáziumban, aztán elemi iskolai tanár is voltam Tatabányán, tehát én megtanultam a pedagógiának sok minden oldalát, és utána később egyetemi tanárra avanzsáltam, akkor még a Színház és Filmészet Főiskolán, hogy miért neveztek oda ki egyetemi tanárokat, ezt utólag nem tudom kideríteni, és én elvi ellensége voltam annak, hogy a főiskola egyetemmé változzon, mert az egyetem az egy más játék, a főiskola szakmákat tanít, és ahol egy szakmát, mondjuk színészetet, dramaturgiát, rendezőket tanítanak, annak nem kell ez az egyetemi kutató, stb. Nem kell dolgozatokat írni, nem kell elfogadtatni. Te ezt a rangkorságot egyébként sem nagyon bírod. Hát a Magyarországon például az útlevelemben benne van az, hogy doktor. Tehát én, amikor utazom, akkor én doktor vagyok. Először is egy filológus az ne használja a doktorátusát, mert az a ügyvéd, az orvos, stb. Amerikában még az ügyvédet sem nevezik doktornak. Ott a doktor az orvos. Az orvos. Tehát én egyébként is engem nagyon hiszterizál, ha szabad, hogy mondanom, a rang és címkorság. Igaz, hogy sokan mondják, hogy esetleg azért, mert már megvan minden létező címe, amit egyáltalán elérhetek, de nem teljesen így van, mert ez egy bizonyos nagyképűséggel járhatna együtt, és minek? Hát az embereket szeretni kell, tanítani kell őket, elvegyülni közöttük. A közélben én nem vagyok doktor, de még otthon sem. Meghívtunk, és igen előzékenyen küldtél magadról pár sort, amin én először nagyon jót nevettem, mert tényleg pár sor volt, tehát mint hogyha ennyi lenne. Tehát küldök itt 4 sort magamról, ezt szeretném. És hát az nem volt sok. De benne volt, hogy amellett, hogy egyetemi tanár, író, stb. Mi minden vagy te, legyen ott, hogy családapa. Itt volt, a névjegyedben szerepelt a családapa. Az, hogy mondjam, fontos funkciója Ungvári Tamásnak, hogy ő családapa? Hát Ungvári Tamás a családapaság megmentette, mert én nagyon későn nősültem, és nem biztos, hogy az én erkölcseim szilárd alapon álltak. Nem álltak szilárd alapon, és mikor az első gyerekem... Csajoztál magyarán? Csajozni talán még most is tudnék esetleg, de nem a csajozással, hanem nem volt meg bennem a felelősség tudatnak az a foka, ami mikor megszület az első gyerekem, akkor rádöbbentem valamire, hogy az ember felelősségből áll. És akkor a könyveim is jobbak lettek, legalábbis kevesebb volt bennük a hiba. Az én fiatalkori könyveimet szétmarcangolták, hogy 3 lábjegyzet nem volt a helyén, és akkor rájöttem arra, hát itt van ez a kis gyerek. Uram Isten, hát ezért én felelős vagyok. Ha valamiért a hosszú életnek van valami értelme, akkor az, hogy én egy kötelezvényt írtam alá azzal, hogy gyerekeim lettek, és a kötelezvény arra kötelez, hogy amíg csak leheletem van, akkor ez a család, és én nekem családcentrikus lett a világnézetem, átfordult valamibe, és ugyanez vonatkozott a tudományos tevékenységemre, az írói tevékenységemre, mindenre. Átragyogott rajta, hogy nekem családom van. Te egy ilyen
bohém tudós voltál, vagy bohém tanár voltál? Tehát hát tanárként sose volt a bohém. Tehát jó tanár voltál? Mondjuk általános iskolában jó tanár voltál? Hát, hogy jó, az az ember önmagáról soha nem mondja ki. Hát, de visszagondolsz így mai fejeddel, azért reálisabban látod. Szorgalmas tanár voltam. Tehát felkészültél az órára, és elvártad a srácoktól. Hát én még baj, hát rajtam nevettek az ember. A feleségem máig nevet. Mondom, mit csinálsz? Mondom, hogy óravázlatot csinálok. Bár papír nélkül megyek be minden órámra. De az azért kell, hogy előtte legyen egy papír, amit megírtam. Előtte legyen valami, ami másodpercre bontja le az órát. Én szeretnék jó tanár lenni. Átküldtél pár dátumot, ez mind születési dátum. Hát az egyiket tudjuk, az az életrajzodban benne van, 1930. Igen. Írtál egy másikat, 1945 vagy 44, most hirtelen nem is tudom, 45, de mindkettő ebből a szempontból 44, fontos lehet. 45. Az az újra születés, egy? Hát a megmenekülésem természetesen, és ez nekem nagyon fontos dátum. Sok családtagomat elvesztettem, de a szüleim túlélték ezt az egész borzalmat. Hát nagyon későn találkoztunk újra, és mi valamennyien ki voltunk csapva a háború vadonába, és nekem az végtelenül emlékezetes, ha valakinek nem tetszik, majd szól, hogy én fölszabadulásként éltem meg 1945-öt. Mondhatják, hogy a Vörös Hadsereg bejött, ez az, amaz, nőket raboltak, stb. Engem fölszabadítottak. Az érdemek megoszlanak, nincs vegytiszta öröm, és nincs vegytiszta történelmi fordulat, de számomra nagyon nagy jelentőségű volt, minden. Tehát az, hogy beültem az első filmhez a háború után, Tovaris P, ugye az az orosz címe. És egyszer rajongtam azokon, hogy a partizánok érekét ott láttam. Most hazugság volt? Lehet, nem tudom. Másként éltem meg. Tehát újjászületés volt 45, és rengeteg illúzió, sok párt volt, sok új újság jelent meg. Emberek jöttek vissza a munkaszolgálatból, és azt se felejthető el, hogy azért Szerb Antal, Halász Gábor, Sárközi György, 350 ember, akik a magyar kulturális élet gerincét jelentették, és az álmokat és a jövőt, ezek eltűntek, meghaltak, megölték őket. És aki ezt az élményt, a 45-ös újjászületés és halál évét, mert az halál éve is volt, az, aki átélte, annak tudatosan kell átélnie, és szomorúsággal, vegyes örömmel kell ránézni, hogy ez mégis volt egy szikrányi remény. Az előtte lévő 15 év, tehát a születésedtől addig eltelt idő, az mennyire maradt meg élesen az emlékezetedben? Mert én nagyon sok túlélővel beszéltem, aki azt mondja, hogy minthogyha az kicsit törlődött volna valószínűleg a fájdalom által. Neked megmaradt? Hát én memória tréningeket gyártok magamnak, és elég jó az emlékezetem, nem szól arról, hogy megírtam az Emlékezés enciklopédia című könyvemet, a Feledés enciklopédia, szóval tudok valamit arról a dinamikáról, hogy mi marad meg és mi nem. Természetesen én megpróbálok megszépíteni a háború előtti időket, mert ez a természetes. Én egy ragyogó gyerekkorra emlékszem, tehát fehér ruhában egy hintalovon ülök, és a Laub Júci fényképez. Hát azért ez felejthetetlen volt, és ott álltak a szüleim, a családom, mert a család az nagy család volt, ugye anyámnak 4 testvére volt, apámnak 3 testvére, mi összejártuk és szerettük egymást, és ezekből mindenki eltűnt, kívül a szüleim. Én arra emlékszem, hogy ez emberi butaság az végtelen, az enyém különösen. Hát amikor bejöttek a németek, és mi a Kossuth-Lajos utcában laktunk, és az Asztóriában ott volt a Gestapo földrészek, én lementem társalogni a német tisztekkel, mert nem is értettem, hogy miért, nyalkák, szépek, jól beszélek németül. Kíváncsi voltam, hogy az én németem elég jó-e. Fogalmam nem volt, hogy mit akarok. 14 éves voltál. Ezek szerint a családodban ez nem volt ilyen módon téma, hogy félni, rettegni kell, távolságot tartani, menekülni. Hogyha ez nem volt belédültetve, ez nem volt benned. Belém volt ültetve, csak én szokásosan is naív, vagy ahogy én szoktam mondani, butább voltam. Ugye, mert a Csehszlovákiából a rokonaink hozzánk menekültek. Hát a Csehszlovákiában már korábban volt üldözés, ezek a nagy földbirtokosok, akik a rokonaink voltak Csehszlovákiából, már nálunk dekkoltak, jöttek át egy pár aranyórával, vagy sok aranyórával, és itt Magyarországon rejtőztek, és amikor a németek ide bejöttek, visszamentek, mindenkit megölték ott.
tudatos lehettem volna, de számomra mondjuk a német akkor már Goethét, Schillert és Heinét jelentette. Rajongtam ezekért az írókért, rajongtam a modern német irodalomért, és lementem társalogni. És nagyon jól beszélgettünk. Szőke, kisgyerek, dumál velük. Jót beszél, jót dumáltunk. Következő dátumod nem 56, hanem 57. Miért pont 57? Ilyenkor 56-ot szokták a kortársaid általában, hogy meghatározó azért, jelenik, mert nekem sok részem 56-ban nem volt. Ott voltam az Írószövetségben természetesen, de elvesztettem az állásomat 57-ben. Valami fajta forradalmát gyanújába kerültem, nem tudom. Miután nem voltam az, nem kívánok semmit erről mondani, de hát egy teljesen kiábrándult ebben volt, és akkor kezdtem el fordítani. Ugye nem volt állásom, volt egy rövid kis kandidatúra fölvezető, hogy így mondjam, az akadémiától kaptam szerintem 1200 forintot, minden évben meg kellett újítani, mindig harcolni kellett érte. És akkor elkezdtem, és fölfedeztem magamnak a fordítás gyönyörét. Tehát reggel 4-kor fölkeltem egy mechanikus írógéppel, amit 36-ban kaptam az apámtól, és elkezdtem fordítani először Graham Greene regényét, aztán elkezdtem fordítani németeket, akkor elkezdtem fordítani franciákat, és egy jó életet alakítottam ki. Jó életet annyiban, hogy elmentem az Európa kiadóhoz, kaptam fordítást, nem tudom, 300, 400, 500 oldalakat. De jól jártam, mert olyan nyelveken fordítottam, amiket tudtam. A német László az cseh szöveget kapott, nem tudott csehül, 2 hete volt, hogy megtanuljon írásokat fordítani, utána volt egy újabb 2 hete, hogy megtanuljon Tolstojt fordítani. Tehát amikor a nagy kitolások voltak, akkor Szabó Árpádot, a görög és latin nyelv tanárát a száműzték a matematikai intézetbe, csak Szabó Árpád lángész volt, és megírta a görög matematika történetét, és világhírű lett vele. Miután kirúgták az egyetemről. De benned honnan volt ez az optimizmus, hogy majd lesz valahogy, és megpróbálod ezt is élvezni? Te egyébként is egy optimista ember vagy? Ez a majd holnap másnap lesz? Nem, először is én annyiban vagyok optimista, hogy azt hiszem, hogy minden nappal egy új élet kezdődik, hogy a múlt az nem fogjulejt, hanem a múlt az bátorít arra, hogy előre kéne menni. Ez egy tanár, az bemegy a fiatalok közé, és látja, hogy van jövő. Én nem a nagy politikára, én arra nézek, hogy bemegyek az osztályterembe, és megnézem a szemét, és ha látom a szemén, hogy ezt tanulni akar, akkor én elmegyek a barikádra. Kész, a növendékért. Megkerestük egy barátodat, nézzük meg együtt, hogy mit mondott, jó? Én először a Beatles Bibliát olvastam. Az egy szenzációs könyv volt, és akkor nekem az Ungvári Tamás kilépett abból a kategóriából, ami egy ilyen csak az irodalomnak a kritikájával, vagy csak elnézést foglalkozik. Rengeteget olvas, és számomra is elképzelhetetlen az, hogy napi 8-10 órákat olvasni. Filmekre nem emlékszik, minden filmet ahányszor lát újnak érzi. A könyv, az írott anyag, az írott szó, az jelenti számára az információ. Tényleg enciklopédikus a Tamás. Nem válogatja meg a szavait, pontosabban ez azt jelenti, hogy nagyon egyenesen, nagyon világosan fejezi ki magát. Nyilván nincs mindenben igaza. És az a jó a Tamás, hogy nagyon jó lehet vele vitatkozni, és elfogadja, legalábbis úgy érzem, hogy elfogadja a véleményeket. Hát ő az életkorához képest minimum 20 évet letagadhatna. Mindenkit ismer. Mindenkiről van egy sztoria, és ezek a sztorik nem rossz májúak, hanem olyan közösen mosolygósak. Hát ez milyen megtisztelő. Hát Falus András a legnagyobb sejtbiológusok egyike, meg még minden más, hát egy akadémikus, páratlan ember, és nagyon-nagyon-nagyon hízelg, amit róla mondott, hogy nincs mindenben igazam, ezt nem tudom. Valószínűleg... Annyira biztos voltam, hogy erre reagálni fogsz. Annyira biztos volt. Nem, hát valamennyire néha igazam van, néha nincs. Igaz, hogy én nagyon direkten fogalmazok,
De ugye az úgy van, hogy te a vitát nem azért szereted, hogy győzzenek meg, hanem a vitát önmagáért szereted. Nem. Tehát te szereted az agytornát. Nem. Én azt szeretném, hogy az élet attól megy előre, hogy nekem is megmondják az igazat, én is megmondom másiknak az igazat, időzelve mondom. A szabad vélemény nyilvánítás azért én 30 évig vágytam, és mindenféle templomokba jártam, hogy ez bekövetkezzen, és 89-ben nem is hittem, hogy ez lesz. És akárki akármit mond, azért mi egy szabad útlevéllel a zsebünkbe vagyunk. És sokan élnek vele. Innen rajzanak ki az emberek, hogy egy jó országban, egy rossz országban, ezt nem tudom, de az bizonyos, hogy a szabadság elemi foka, a szabad mozgás, ez megvan. És ez engem ugyanúgy megváltott, mint ahogy megváltott a család. Tehát én fogom magam, és elmegyek Amerikába, és egy pillanat alatt van állásom, nem van, és ha nagyon nem tetszik valami, akkor veszem a kalapomat, és megyek. Ez óriási dolog. Ez a szabadság. A szabadság az a legfőbb érték. Ez a szabadság, de mondod, hogy 89 egyrészt megváltott, mint a család, hát, igen, bizonyos értelemben, másfelől meg... Hát annyira, hogy Amerikában hazajöttem, hogy 89-et itt éljem át. De nyilván nem azt gondoltad, hogy majd mondjuk 2012-ben egy csomószor olyasmikről kérdezik a véleményed megint, amikről azt hittük, hogy magunk mögött hagytuk a történelembe. A csarkodás, antiszemitizmus, rasszizmus, gyűlölködés, árokásás Magyarországon, a felek között, a táborok között. Tehát, hogy közben meg olvasva a publicisztikáidat az embernek az az érzés, hogy mégiscsak csalódott vagy egy kicsit. Csalódott nem vagyok, nem vagyok olyan fontos, hogy csalódott legyek, már úgy gondolom, tehát én nem vagyok egy politikai szereplő, én egy kommentátor vagyok, aki megmondja a véleményét. Hát nem erre számítottam, ez bizonyos. De amíg bejön a New York Times reggel az én komputerembe, a Süddeutsche Zeitung, a München, akármi, a Le Monde, addig én nem tudok a világ legnagyobb bajáról beszámolni. Ennek mindenek hátat lehet fordítani. És annak is hátat lehet fordítani, hogy mindent elrontanak, amit csak elrontani lehet. Ez egy ország, ez ország felelős önmagáért. Én nem a politikusokat tartom felelősnek, én az embereket tartom felelősnek, én emberekkel dolgozom, tehát megpróbálom meggyőzni őket, hogy tanuljátok meg a Pitagórasz tételt, tanuljátok meg ezt, vagy azt, vagy azt. Ha az ország nem akarja megtanulni, hogy mi a rettetes baj, ha úgy akar szerepelni a világ előtt, hogy bakancsok masíroznak, akkor az felelősség az embereké, ne toljuk másra a felelősséget. Az, aki végig tudja nézni a bakancsokat a hősök terén, az egy személyben felelős azért, amit lát. Mindenki felelős azért. Rátoljuk, hogy a politikai osztály minket elárult? Nem, mi ilyenek vagyunk. Nézzünk a tükörbe. És mit kellene tennünk? Mert hogyha ha ez a látleleted, akkor nyilván lenne egy recept is, amit felírnál. Nekem receptem nincs. Én szeretnék nagyon... Történelemben nagyon kis szereplő szeretnék lenni, az irodalomban szeretnék nagyon nagy szereplő lenni. Mert az irodalom ad mintát mindenhez szinte. Igen, hát szóval nincs receptem, mert a recept ez föl van találva, benne van Platónban és Arisztotelészben, ezt úgy hívják, hogy szabad választás. Ha valaki nem akarja vállalni a szabad választás felelősségét, az ő baja, és akkor itt mindenki megszívja, modern slangben mondom, itt mindenki saját magát felmenti vagy elítéli. Az emberek felelősségből állnak, ezt próbáltam a családból is elmondani. Nekem is van egy felelősségem, én elmondom, hogy nekem ez és ez nem tetszik, sőt, nagyon nem tetszik. Nem tetszenek még az én oldalamon állók sem, akik vagy gyávaságból, vagy nem találják föl magukat, nincs elég eszük hozzá, nincs elég bátorságuk hozzá. A felelősséget én saját magamba vállalom, és vállalom azt is, hogy esetleg keményen elmondom, amit gondolok. Nincs recept. Arra én jól emlékszem? Valahol olvastam egyik könyvedben, hogy neked a nagy hősöd Adi volt. Hát van... Még Adi a nagy hősöd? Van jobb? Kérdezem vissza, nem? Én József Attilát a magam részéről talán jobban szeretem, de ez hitvitelnek nincs értelme, persze. Köztársaság, és a dolgok egymás mellett vannak. Én Adi nekem azért nagy hősöm,
mert az se hazudott soha. Amikor Adi volt antiszemita, hogy utána olyan filoszemita legyen, hogy a zsidóságot bárhol bántották, megőrült, akkor ő tényleg, mint egy hétszilvavás nemes, a saját osztálya fejével gondolkodott. És akkor ebből kiszabadult. És olyan szabad ember, mint Adi nem volt. Tehát a részegségében... Mondaná? Benne vagy abban a játékban? Ma mit mondana Adi? Elmenne Párizsba? Vagy visszamenne Nagyváradra? Vagy mit mondana, ha itt élne ma köztünk? Hát ez az őszinte asztalcsapkodó ember. Ez az ember, ez egy sátorban ott lenne a Kossuth téren. És ott venne egy asztal. De, szóval Adi... A Tiszákkal szemben, akit most nagy piedesztára emelnek, szobrot Tiszának. Én az Adi szobrát szeretném ott látni. A szabadság nyelvét magyarul Adi tanította meg az embereknek. És nincs több, mint a szabadságnak a kiélvezése. Az, hogy a munkaerő szabadon áramlik, a tőke szabadon áramlik, az emberek szabadon mennek bárhová, vagy... Szabadon tömörülnek például a cipészek egy szakszervezetbe, tanárok egy szakszervezetbe, és elmondják a maguk érdekeit. A szabadság az az érdek felismerése. És az emberek nem ismerik fel a saját érdeküket. Rosszul házasodnak, rossz kaját esznek, esetleg rossz pártra szavaznak. Önmagukat kell először megismerni, hogy mi a legfontosabb igény. És nekem egy receptem van, ha a szabadság igényüknek engedelmeskednek, akkor nagyon sokra vihetik. Nehéz receptet adsz a legtöbb ember számára, azt tudod, mert ahhoz az kell, hogy kilépjen önmagából a saját korlátaiból, félelmeiből, görcseiből. Ezt hívják holnapnak. Hát ugye. Ezt hívják az emberi személyiség önmegismerés. Gnotice autón mondta Kant, ugye, ismerjétek meg önmagadat. Mikor Kantot meg, Immanuel Kantot megkérdezi, nagy német filozófus, mi a tanácsa? Azt mondta, Gnotice autón, ismerd meg önmagadat. Ennél többet mit lehet mondani? Jogos. Egy újabb vendég pár másodperc erejéig. Főiskolásként ismerkedtem meg vele a Hungária kávéház előtt az utcán. Egy nagy társasággal jött ki a Tamás, és a Mensáros László mutatott be a Tamásnak. Én azóta ismerem, és ez az akkori röpke bemutatkozásból hát egy 46-47 éves barátság lett. Én mondjuk a színházhoz kapcsolódó Hungári Tamást ismerem jobban. A Neil Simon fordításai. Azok egészen káprázatosak. Rengeteg poént úgy írt meg ezekben a darabokban, hogy talán még jobb, mint az eredeti. Borzasztóan érti, tudja a színház csinyát, binyát, habár ő azt szokta néha mondani, hogy ő elméletileg ért hozzá. De én szerintem titokban a Tamás ehhez is ért. Nem szakadt el az élettől. Tehát a mindennapi életben egy életszerető ember. Tehát nem egy szobatudós. Hát ez is nagyon megtisztelő. Én a Balázsovicsnak és színházi barátom mindig azt magyarázom, hogy én nagyon keveset értek a színházhoz. Én azt tudom a színházból, ami a mondat, a poén. Na most az én színházi fordítói pályámon persze nagyon nagyokat kellett váltanom, kérdezted az előre menekülés. Hát én nagy tragédiák fordításával kezdtem, tehát Arthur Miller, Ügynök halála, Tennessee Williams, tehát csak tragédiák, Brecht, Galilei, csak tragédiákat fordítottam. És akkor a 60-as években elkezdtem musicaleket fordítani, tehát én fordítom a My Fair Lady-t a Zsütivel, a Kiss Me Kate-et a Zsütivel. Fiatalabb a kedvér, Gédénes György. Gédénes György, igen. Köszönöm szépen. Tehát akkor egy 12... De az egy nagy játéknak tűnt mondjuk Arthur Millerhez képest? Hát nem nagy játék, ez egy más nyelv, egy más gondolkodási mód. Annyi példát mondhatnék, csak nem akarom az időt húzni, hogy nem tudom, a My Fair Lady-ben volt egy rendőrt játszott, egy epizód szemben Ferenc Laci. És az a 9. másodpercben jött be, hogy már a Ferenc Lacinál is nevetés legyen, az bele kellett valahogy tenni.
És mikor a My Fair Lady nemzetközi ellenőrzése történt, akkor valaki jött, aki egy szót nem tud magyarul, egy ilyen chartot, Excel táblázatot hozott, és beírta, hogy Stockholmban hányszor nevettek, Budapesten hányszor nevettek, Berlinben hányszor nevettek, és akkor mikor felálltunk, akkor köszönöm szépen, megnyerte ezt a nemzetközi csatát. Miért? Mert én olyan halálosan komolyan vettem, mint egy tudományos feladatot. És ott ültem, de még egyet mondom, Neil Simont említett a Balázs is, és az úgy történt, hogy amikor a Neil Simon darabot elolvastam, akkor Ádám Ottónak elküldtem pénteken, hétfőn fölhívott, mert akkor ilyen volt a színház, hogy premier, mondta, február 4-én játssza Fellegi Kamil és Balázs Samu. Ilyen szereposztásra az ember nem is álmodik. És akkor elmentem Felekihez, és azt mondta nekem, hát a Balázs Samu azért borzalmas színész, de nem baj, nézzük csak ezt a szöveget, tehát miért neki adtad ezt a poént, ezt én is el tudom mondani. Délután elmentem Balázsamhoz, azt mondja, Feleki Kamil, hát ez táncos komikus. Na, és a két ember megtanított engem, hogy mi a... Együtt dolgoztam velük. Én nagy... Még egyet mondok, ami talán a véleményekből nem jött ki. Van egy jelszavam, és az úgy szól, hogy humilitas oxidit. Hát ez latinul van, de nem baj. A szerénység, vagy a megtartóztatás, humilitás, tehát a szerénység, az mindig győz. Az oxidit, az a győzelem nagy titka. Miért képzelném magamat különbnek másnál? Megpróbálok különb lenni, de ha nem sikerül, akkor csak az emberi sorsnak egy része. Azt írtad 70 éves korodban, hogy a nagy mű befejeződött. Tehát elértél mindent, megtettél mindent. Azóta mulatság minden, amit csinálsz, miközben dolgozol tovább, ugyanúgy jönnek Egon. Sorban a könyvek, Egon. Tanítasz, utazol. Egon, az élet holnap kezdődik. Az embereket elkeserít, van ebben az országban 3 vagy 4 millió nyugdíjas, és azt mondják nekik, hogy az élet befejeződött. Hát pont fordítva. Hát abban a pillanatban, amikor ők nyugdíjba mennek, akkor figyelhetnek az egészségükre, figyelhetnek a világra, figyelhetnek a könyvekre. Nekem a legnagyobb évtizedem az a 70 után kezdődött. Nem hittem volna. Hát azóta megjelent 7 könyve, majdnem minden évben írtam egy könyvet. Azóta 2 egyetemen tanítottam külföldön, tanítok itt még mindig aktív tanárként, 10-én kezdődik az évad. Miért? Mert nem hittem el azokat a hülyeséget, amit a Kellér Dezsőtől idéznek, hogy az öregségnek sok előnye van. Na mondjanak egyet, én mondok 40-et. Na jó, de ezt ő is a színpadon állva mondta, fogva a függönyt. Igen, de én meg azt mondom, hogy ez... Ő is kacsintott hozzá, épp igen, úgy, mint ahogy te is kacsintasz, amikor ezt felveted. Nem, én azt gondolom, hogy az emberi élet megy előre, mindenki öreg akar lenni, és amikor öreg lesz, elkezdi átkozni azt, amit szeretett volna. Mindenki szeretne megélni egy szép életkort, és utána elkezdi leprázni. Nem jó. Azt kell mondani, hogy ez az én életemnek egy érdekes és új rész, amit még soha nem éltem meg. Azért mondom, hogy az élet most kezdődik, mert voltál már 90 éves, még nem. Na hát akkor célozzuk meg. Voltál már 100? Nem. Jön valami velem szemben, és meg kell felelnem neki. Azt is írtad, hogy minden úgy volt jó, ahogyan volt. Ezt írtad 70 évesen. De hát, ez akkor ma is igaz. De ez csak részben igaz. Ez csak részben, ez megmondom, hogy mi hát akkor itt sok minden átértékelődött az elmúlt 12 évben. Ez csak részben igaz, mert nem kellett volna, hogy részese legyek a második világháborúnak. Elmulasztottam perelni azért, hogy egy csomó zseniális embert itt újra felfedezzenek. Hogy kortársaim voltak, például mondjuk a Vészi Endre, akinek a darabjait szerettem, a novelláit szerettem, egy szó nem hangzik el róla. Kortársa volt Palotai Boris, eltemették a kortársam egy részét úgy, hogy a nemzeti emlékezet nem kivetett el, egyszerűen beszórt a homokkal. És ezt elmulasztottam meghúzni a csengőt, vagy ordítani az utcán, mint ahogy Nietzsche mondta, hogy Isten meghalt. Nekem azt kellene mondani, hogy a magyar múltat ne raboljátok el tőlünk, például az Adi kortársakat. Például a 19. század klasszikusai. Most mindent befed egy kulturális harc, és ebben a kulturális harcban én túl keveset harcolok. Látom már, vagy érzem, hogy újabb kötetek vannak a fejedben.
azok erről fognak szólni. Húzol egyet a 6 előkészített hírből? Most itt csak ezek sorszámok lehetnek, tehát hiába lesel, mert én mindig nézem, látod. Én mindig nézem a műsorodat, de nem tudtam, hogy ez valóság. Tehát mit kell húznom? Semmit nem kell húznom, csak mondd azt, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vagy 6-os. 5-ös. 5-ös. Köszönjük. Varga Mihály szerint a piac megmérte a budapesti Corvinus Egyetemet és jónak találta, ezért semmi ok nincs rá, hogy megszűnjön. A BCE tanévnyitó ünnepi szenátus ülésén Varga Mihály tárca nélküli miniszter annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a felsőoktatási képzés színvonalának emelése érdekében országos szinten szükségszerűek voltak a strukturális változások, a kapacitás ésszerűsítése, továbbá az államilag finanszírozott képzés szerkezetének átlátható. Kitért arra, a gazdaság és a társadalom igényeihez kellett igazítani a felsőoktatás struktúráját, hogy az a piaci igényeknek jobban megfeleljen, és így piacképes tudással jobban érvényesüljenek a frissen végzett diplomások. Hát ez két hír egy hírben. Az egyik, hogy megmenekül a Corvinus, gyakorlatilag ezt jelentette be Varga Mihály, a másik, hogy folytatni kell az államiak finanszírozott helyek csökkentését, ezt is kimondta. Hát egyetlen probléma van, hogy a Corvinus már nem az a Corvinus, ami volt, mert hiszen a Varga Mihály mondta a tanévnyitót. Hát ebben az országban 200 nem tudom hány akadémikus van, egyetemi tanárok, mondjuk a Corvinuson tanít Surányi György, csak egy példát mondok. Mi a Varga Mihály kvalifikációja ezenek a finom, csodálatos embereknek mondjon bármit is? Ráadásul Varga Mihályról most kiderült, hogy ő azt hitte, hogy ő egy IMF tárgyaló, és ma délutántól kezdve Varga Mihály nem IMF tárgyaló, mert az IMF-fel nem fogunk tárgyalni. Kettő, a felsőoktatás átalakítása, az arról mindenki katasztrófa jelentéseket mond. Miért? Mert elzárja olyan emberek, mint én, nekem szabók voltak a szüleim, mondjuk egy szabó gyerek nem ment volna egyetemre. Tehát vannak szegényebb gyerekek, én nem voltam szegény, de minden esetre az egyetemi oktatásomat nem tudtam volna finanszírozni. Ha ma kellene finanszíroznom egyetemi oktatásokat, jó, finanszíroztam mind a két gyerekem egyetemi oktatását természetesen, irtózatos pénzért, de nem szeretném, hogyha embereket elzárnak. Nekem a legjobb tanítványaim zöldségesek gyerekek, akik reggel 2-kor ott álltak a piacon. Vagy a gettóból jött fekete ember, akit kirúgtam az osztályomból, mert Malcolm X trikóba jött. A szegény ember is tehetséges. És ez nincs benne ebben a rendszerben. És azt mondani, hogy nincs tandíj, és végül van tandíj. Azt mondani, hogy egységesítünk valamit, például a tankönyveket, az a legnagyobb botrány. Hát utoljára már nem szeretnék párhuzamokat vonni, de nem, diktatúrákban volt központi tankönyv előírás. A felsőoktatás és a középiskolai oktatás átalakítása egyelőre nem győzelmi jelentés. És nem kell ezt mondani. Azt kell mondani, hogy megpróbáljuk esetleg humilitas oxidit, barátaim, tehát a szerénység az borzasztó nagy győzelmi. Ennyi biztonság, amit kijelentenek erről, nem szép. Úriember nem annyira biztos a dolgában. Csak nem mindenkinek van mire szerénynek lenni, neked van. Hát azt nem tudom. Te megéltél sokféle irányzatot, voltak hideg szelek, fényes szelek, lehet, hogy most bolond szelek fújnak. Hát ezt sajnos túl jól mondod. Köszönöm, hogy eljöttél, megtiszteltetés volt hallgatni téged és beszélni veled. Én is köszönöm.